Megnövekedett ügyszám, háromszor annyi idegenrendészeti ügy érkezett a nyíregyházi törvényszékre és az illetékességébe tartozó bíróságokra tavaly, mint 2014-ben. Egyszeri támogatás, csaknem 1 milliárd forintot kapnak a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató akkreditált cégek a munkakörülmények javítására, eszközeik fejlesztésére. Új sebészeti eljárás, a világ legkorszerűbb laparoszkópos tornyát Nyíregyházán, a József András Oktató Kórházban próbálják ki Magyarországon először. Háromszor annyi idegenrendészeti ügy érkezett a nyíregyházi törvényszékre és az illetékességébe tartozó bíróságokra tavaly, mint 2014-ben. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Csak a Nyírbátori járásbíróságon 2015. augusztus végéig 2600 migrációval összefüggő eljárást folytattak le. A megnövekedett ügyszámot feldolgozták a bíróságok, mondta el kérdésünkre a nyíregyházi törvényszék szóvívője. Toma Attila hozzátette, embercsempész és büntette miatt jelenleg is folyik eljárás a Vásárosnaményi és a Fehérgyarmati járásbíróságon. Egy magyar és egy kínai állampolgárral szemben van jelenleg is folyamatban eljárás, vagyoni haszonszerzés véget több személynek segítséget nyújtva elkövetett embercsempészés miatt a Fehérgyarmati járásbíróságon. A Vásárosnaményi büntető testület pedig egy grúz állampolgárt ítélt el embercsempészés miatt. Az embercsempészés alapesete az egy 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető bűncselekmény. Ez röviden annyi, hogyha valaki másnak segítséget nyújt államhatárnak a tiltott, nem megengedett módon történő átlépéséhez. Természetesen vannak súlyosabban minősülő esetei is ennek a cselekménynek, hogyha valaki ezt vagy haszonszerzés miatt, vagy több embernek segítséget nyújtva követi el, az már 1 évtől 5 évig terjedő tétellel büntethető, és ha bűnszervezetben vagy felfegyverkezve, fegyveresen valósítják meg, az már kiemelkedő tárgyisúlyú bűncselekmény, 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztéssel lehet büntetni. Egyes ügytípusok áradatként érték el a bíróságokat 2015-ben. A migrációs eljárások ügymennyisége jóval nagyobb terhet rót az ítélő székekre tavaly, mint az azt megelőző években. 4-5 hónap alatt szinte annyi menedékkérelemmel, bevándorlással és tiltott határátépéssel kapcsolatos ügyet tárgyalt a bírói testület, a nyíregyházi és főként a nyírbátori járásbíróságon, mint máskor egész évben szokott. Amikor valaki Magyarországra érkezik és menekültügyi kérelmet ad be, akkor ennek elintézéséig tartják itt táborokban. A másik, tehát ez lenne a menekültügy. A másik pedig, amikor illegálisan átlépi a határt és megfogják, gyakorlatilag akkor egy ilyen idegenrendészeti eljárás alá vonják. A kettő nagyon rokon fogalom. A lényeg az, hogy a bíróságoknak ilyenkor el kell járni az idegenrendészet, illetve a menekültügyi őrizet kérdésében nagyon szoros határidőkkel döntenek. A nyíregyházi törvényszék bírái és alkalmazottjai felkészülten kezelték a tömeges migráció kapcsán keletkezett ügyeket, és a jövőben is kiemelten foglalkoznak azok intézésével. Csaknem 1 milliárd forintos egyszeri támogatásban részesülnek a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató akkreditált cégek a munkakörülmények javítására, eszközeik fejlesztésére. Ezt a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár jelentette be a napokban. A kormány december 31-én döntött a támogatásról, amelyet már át is utaltak az érintett vállalatoknak. A tavalyi 29 milliárddal szemben idén 34 milliárd forintot biztosítanak a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató cégek támogatására, így a múlt évinél 400 fővel többen már mintegy 30.700 megváltozott munkaképességű ember tud valamilyen foglalkoztatási formában elhelyezkedni. A programban résztvevő munkáltatók száma 325-ről 350-re emelkedett. Néhány év óta a megváltozott munkaképességűeket segítő munkahelyteremtés, rehabilitációs munkahelyek teremtése az lelassult, időnként meg is állt. Kormány ezt felismerve már 2014 végén a 2015-ös évre is próbálta ezt egy extra segítséggel támogatni, most 2015 végén
egészen a végén, valamikor december 20-át követően született egy kormányrendelet, amely olyan pénzügyi folyósítással zárult, hogy szilveszter napján megérkezett az érintett vállalatokhoz egy olyan anyagi támogatás, ami azokra a fejlődésekre, fejlesztésekre, elmaradt karbantartásokra adott gazdasági hátteret, amire korábbiakban nem volt megfelelő forrás. Balogh Zoltán elmondta, a tervek szerint rendszeressé teszik a támogatást. Jogszabályban garantálják, hogy azoknak a cégeknek, amelyek a következő évben is vállalják megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását, minden év végén folyósítanak támogatási összeget. Ebből a forrásból a nyíregyházi Start is több jelentős beruházást valósított meg a tavalyi évben. Ami nálunk megvalósult 2015-ben, azok elsősorban akadálymentesítések. Mondok ilyet, hogy a vállalati főbejáraton elektromos ajtót helyeztünk el. Ez egyébként valószínűleg nekünk, akik jól mozgunk szerte a városba, nem okoz gondot, de a kerekesszékesnek egy kirincset elérni télen, az külön problémát jelent. Felvonóépítés, kamerák beépítése, aztán olyan gépi fejlesztések, amivel kint vagyunk a nemzetközi piacon, még nem is került a nyilvánosság elé, valószínűleg most fogja a közvélemény először hallani, hogy egy korszerű olyan hipógyártó gépsornak a próbaüzeme folyik most az egyik egységünkbe, amit már azért kellett megvalósítani, mert a nemzetközi megrendelést már nem tudtuk ebből a áruféleségből tartani, most pedig egy nyomragép beszerzésen dolgozunk, ahol szintén hasonló a folyamat, a megrendelés állományt hosszabb ideje már nem tudjuk teljesíteni, csak úgy, ha fejlesztése történnek. A támogatási összeg nagyságát a foglalkoztatottak számának arányában határozták meg. A támogatást november 30-áig lehet felhasználni olyan fejlesztésekre, beruházásokra és eszközbeszerzésekre, amelyek segítik a megváltozott munkaképességű emberek munkavégzését. A nyíregyházi Start megközelítőleg 1500 munkavállalót foglalkoztat. A világ legkorszerűbb laparoszkópos tornyát Nyíregyházán, a József András Oktató Kórházban próbálják ki Magyarországon először. A laparoszkópos sebészeti eljárás egyre nagyobb teret hódít, és egyre több típusú operációt végeznek a módszer segítségével. Ennél az eljárásnál nincs vágás, kevesebb ideig szükséges kórházban maradnia a betegnek, mert gyorsabban is gyógyul. Naponta 4-5 ilyen beavatkozást végeznek a sebészeten. A 30 milliós laparoszkópos tornyot ma mutatták be a sajtónak. Ez a laparoszkópos torony a világ egyik legkorszerűbb sebészeti berendezése. Naponta 4-5 műtétet végeznek segítségével a József András Oktatókórház sebészeti osztályán. A részleg 2 hónapra kapta meg Magyarországon elsőként az Olympus cég fejlesztését, amely számtalan technikai újításon ment át. 4K képfelbontási rendszerű, ami azt jelenti, hogy finom, részletgazdag képet nyújt, biztonságosabbá teszi, a műtéti preparálást fokozza a betegbiztonságot. A sebészeti osztályon évente 1000 laparoszkópos műtétet végeznek. A nyíregyházi nagyforgalmú sebészeti osztályon műtéteink durván 20%-át laparoszkópos technikával operáljuk. Az elmúlt években folyamatosan bővül azon műtéteknek a száma, amelyeket laparoszkópos módon is el lehet végezni. Ebből kifolyólag ennek számtalan előnyét a betegek élvezik igazán. A beteg gyorsabban gyógyul a vágás nélküli műtéti eljárás után, kevesebb időt tölt a kórházban. Míg a hagyományos műtétek után 10 napig a kórházban marad, a laparoszkópos beavatkozás követően 5 nap elteltével biztonságosan hazatérhet. Az 1990-es évektől lett napi rutinná az eljárás a sebészeti osztályokon, akkor még epeműtéteknél használták, jelenleg nőgyógyászati beavatkozásokat, hasi operációkat, de akár bizonyos onkológiai műtéteket is el lehet végezni ezzel az eljárással. Mi orvosok úgy vagyunk összerakva mindig, hogy mindig szeretnénk még jobbal, még modernebb eszközzel dolgozni, és hát most ez a torony, amelyik elérkezett, gyakorlatilag ez egy csúcs technológiát képvisel. Ez a módszer, a laparoszkópia, az endoszkópia, a mi mindennapi munkánknak az egyik része, mind sebészet, mind nőgyógyászat, mind ortopédia, nagyon sok területen, urológia, nagyon sok területen tudjuk használni, és nem mindegy az, hogy milyen körülmények és milyen biztonsággal tudunk dolgozni. A gép korszerű, az ára sem csekély, egy ilyen berendezés 30 millió forintba kerül. A kórház jelenleg kipróbálja a laparoszkópos tornyot, és törekszik arra, hogy anyagi forrást találhasson megvételére.
Folyamatosan romlik a hazai egészségügy helyzete, hangsúlyozta Szigetvári Viktor az Együtt elnöke nyíregyházi tájékoztatóján. A politikus szerint a következő években több százmilliárd forintra van szüksége a hazai egészségügynek ahhoz, hogy megállítható legyen az adósságok újratermelődése és a munkavállalók elszivárgása. Egy több pontból álló programot, javaslatot dolgoztunk ki, amelynek a lényege, hogy a válság egy részét tárgyalás és pénz fogja megoldani. A ciklus végéig 300 milliárd forintot kell plusz forrásként az egészségügybe belerakni, ez a GDP 1%, az éves GDP 1%-a, erre van mozgástér, és rövid távon megakadályozandó, hogy évről évre, fél évről fél évre újra termelődjék az ágazat adóssága. Fél évvel ezelőtt 60-70 milliárd forintot konszolidáltak, és most újra ennyi az adósság, idén 120 milliárd forintot kell berakni pluszban, és 10 éves bértervezési megállapodást kell kötni a dolgozókkal, a szakdolgozókkal, orvosokkal. Alföldi szecesszió címmel nyílt kiállítása a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A tárlatról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. A címvédő ibrányi játékosokra épülő Martin Berthold csapata nyerte a 11. Kelet-Magyarország Eismann Kupa kispályás focitornát. A 36 csapatot felvonultató mezőnyben a nyíregyházi Red Wolf végzett a második helyen, a harmadik helyet pedig a szintén nyíregyházi Kétbal FC szerezte meg. Elmarad a nyíregyházi kosársuli hétvégi bajnoki mérkőzése. Az amatőr nemzeti bajnokság idei nyitó fordulójában vasárnap Szegeden lépett volna pályára Farkasinszky Gyuláné együttese, a hazaiaknak viszont nem felel meg a meccs eredeti időpontja, míg a vendégek a Szeged által ajánlott pénteki napon nem tudnak játszani. Alföldi szecesszió címmel nyílt kiállítása a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A tárlaton több mint 150 épületet tekinthetnek meg az érdeklődők, a 20 kiállított táblán több nyíregyházi épületet is bemutatnak. A kiállítás február 15-ig a könyvtár nyitvatartási idejében látogatható. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár ad otthont a Kiskunfélegyházáról indult Alföldi szecesszió című vándorkiállításnak. Az érdeklődők 10 tematikus és 10 mikrorégiós tablón több mint 150 épületet tekinthetnek meg. Egy vándorkiállítás nyílik, amelyet február 15-ig láthatnak az érdeklődők. A Kiskunfélegyházi múzeumból indult el ez a vándorkiállítás, és úgy vettük fel, vagy úgy kerültünk kapcsolatba vele, hogy az egyik szervező megkereste az egyesületünket, hogy az alföldi szecessziós épületekből szeretnének átnyújtani egy csokorra valót, egy kiállításra való fotót bemutatni, és kértek tőlünk is fotókat. És akkor nekem eszembe jutott, hogy ha már Nyíregyházáról is küldünk fotókat erre a kiállításra, akkor miért ne jöhetne el Nyíregyházára ez a kiállítás, és így az első állomása a vándorkiállításnak a mi városunk. A kiállítás alapja 2008-ban Gerlei János építész szerkesztésében és Bagyinszky Zoltán fotográfus képeivel megjelent Alföldi szecesszió című album, azonban a könyvanyag nem terjedt ki több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településre, többek között Nyíregyházára és Nyírbátorra sem. A most megnyílt tárlat mindezt pótolja. Veres Dániellel közösen kidolgoztunk egy koncepciót, ami alapján módszeresen és tematikusan elkezdtük gyűjteni az Alföldön található szecessziós épületeket, és ekkor döbbentünk rá arra, hogy ez sokkal-sokkal több, mint amit Gerle János vagy bárki más korábban elgondolt vagy kikutatott volna. Úgyhogy ebből született ez a kiállítás, támaszkodva részben a Bagyinszky Zoltán féle albumra is, de nagyon sok új kutatási eredmény is napvilágot látott benne. És azzal a céllal fogja járni az országot, a vándorkiállításának első állomása Nyíregyháza, hogy felhívja erre a rendkívül gazdag és fontos szecessziós épített örökségre a figyelmet. A kiállítást Nyíregyháza után Nyírbátorba szállítják a Bátori Múzeumba, de látható lesz később Szegeden, illetve több határon túli településen is bemutatják majd az építészet kedvelőinek a 4 nyelvű tablókat. Thank you.
A címvédő ibrányi játékosokra épülő Martin Berthold csapata nyerte a 11. Kelet-Magyarország Eismann Kupa kispályás foci tornát. A 36 csapatot felvonultató mezőnyben a nyíregyházi Red Wolf végzett a második helyen, a harmadik helyet pedig a szintén nyíregyházi Két Bal FC szerezte meg. Három napon keresztül reggeltől estig rúgták a labdát Nyíregyházán a Filó foci csarnokban a 11. Kelet-Magyarország Eismann Kupa kispályás foci tornán. A műfüves borításon 5 méteres kapukra játszottak a csapatok. A 36 együttes összesen 74 mérkőzésen lépett pályára. 3 megyéből és 20 településről jöttek hozzánk csapatok. Nagyon nagy dolog számunkra az, hogy a megye minden szegletéből érkeztek hozzánk kispályás vagy nagypályás csapatok is, határa szélétől kezdve egészen Tiszadobig. És fantasztikus mérkőzéseket láthatunk mind a 3 napon keresztül. Ez a játék egy kicsit gyorsabb, nagyon sok gól is esik, hiszen 5x2-es kapura játszanak a csapatok, és a palánk miatt gyors a játék, hiszen nincs kint oldal, csak hátul, és ezért több olyan mérkőzés van, amelyeken akár 10 gól is esett. A tornát az ibrányi játékosok répülő Martin Berthold nyerte a nyíregyházi Red Wolf és a Két Bal FC előtt. A gólkirályi címet a Red Wolfos Kovács Béla Róbert szerezte meg. A legjobb kapusnak a Két Balos Gégény Bálintot, a legjobb játékosnak pedig a Martin Bertoldos Somogyi Márkot választották meg a szakemberek. Elmarad a nyíregyházi kosársuli hétvégi bajnoki mérkőzése. Az amatőr nemzeti bajnokság idei nyitó fordulójában vasárnap Szegeden lépett volna pályára Farkasinszky Gyuláné együttese. A hazaiaknak viszont nem felel meg a meccs eredeti időpontja, míg a vendégek a Szeged által ajánlott pénteki napon nem tudnak játszani. Kevés pihenőt kaptak az ünnepi időszakban a nyíregyházi játékosok, mivel meglehetősen sűrű hónapok előtt állnak az NKS csapatai. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának második helyén álló felnőtt együttes tagjai úgy készülnek, hogy megismételjék a mindössze egy vereséggel záruló őszi szereplésüket. Január 2-án, 3-án, hiába szombat, vasárnap ott elkezdtünk edzeni, készülve arra, hogy itt január 2. hetében már nekünk mérkőzésünk van a Szegeddel, és hogy egy utazós mérkőzésen egy Szegedet soha nem szabad lebecsülni, tehát mindig úgy kell készülni, hogy bármilyen eredmény született. Ebből következik, hogy komoly erőnléti edzéseket kaptak, rengeteg futással, rengeteg erősítése, természetesen hogy elővettük egy idővel a labdát is, hogy ugye azokat a taktika elemeket is gyakorolhassuk, ami a Szeged ellen esetleg fontos lehet. Tehát innentől kezdve úgy látom, hogy azért a lányok szépen felkészültek, és várják azt, amikor játszhatnak mérkőzést. Egyelőre úgy tűnik, hogy az év első tétmeccsére még várniuk kell az NKS kosarasainak. A szegediek ugyanis péntekre hozták előre az eredetileg vasárnapra kiírt találkozót, az időpont azonban nem felel meg a nyíregyháziaknak. Ez egy egyoldalú mérkőzés módosítás volt, amit ugye nem tudunk elfogadni, bármi is történik, hogy a mi játékosaink viszont vagy dolgoznak, vagy iskolába járnak, vagy éppen vizsgaidőszak révén vizsgáznak. Most így megy egy ilyen kisebb-nagyobb húzavonal körül a mérkőzés körül, hogy a Szeged vasárnap nem szeretne játszani, mi pénteken nem szeretnénk játszani, de egyébként hiába, tehát ez nem azon múlik, hogy szeretnék játszani vagy sem. Tehát ugye kicsiket azért nem engedik el, mert felvételiznek, a nagyok azért nem tudnak jönni, mert munkahelyek kötelezettségeik vannak, a főiskolások közül pedig 3-an is éppen a vizsgaidőszak kellős közepén van, mégis olyan fontos vizsgáik vannak, ugye, amit nem lehet egyik helyről a másikra torogatni, főleg úgy, ugye, hogy a két ünnep közül sehol senki nem dolgozott, ugye ezt egy rövid január időszakban kell ezeket megoldani. Tehát most per pillanat egy padhelyzet van, per pillanat úgy néz, hogy a hétvégén mégsem fogunk mérkőzést játszani. A mérkőzés időpontjáról a szövetség dönt majd. Az viszont biztos, hogy a következő fordulóban szabadnapos lesz az NKS, így jelen állás szerint január 31-én Debrecenben játssza az év első bajnoki meccsét Farkasinszky Gyuláné együttese. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Háromszor annyi idegenrendészeti ügy érkezett a nyíregyházi törvényszékre és az illetékességébe tartozó bíróságokra tavaly, mint 2014-ben. Csak a nyírbátori járásbíróságon 2015. augusztus végéig 2600 migrációval összefüggő eljárást folytattak le. A megnövekedett ügyszámot feldolgozták a bíróságok. Embercsempészés büntette miatt azonban még jelenleg is folyik eljárás a vásárosnaményi és a fehérgyarmati járásbíróságon. Csaknem 1 milliárd forintos egyszeri támogatásban részesülnek a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató akkreditált cégek a munkakörülmények javítására, eszközeik fejlesztésére. Ezt a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár jelentette be a napokban.
A kormány december 31-én döntött a támogatásról, amelyet már át is utaltak az érintett vállalatoknak. A világ legkorszerűbb laparoszkópos tornyát Nyíregyházán a József András Oktató Kórházban próbálják ki Magyarországon először. A laparoszkópos sebészeti eljárás egyre nagyobb teret hódít, és egyre több típusú operációt végeznek a módszer segítségével. Ennél az eljárásnál nincs vágás, kevesebb ideig szükséges kórházban maradnia a betegnek, mert gyorsabban is gyógyul. A Külcsei Televízió híradóját látták. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk havazással. Egy mediterrán ciklon áramlási rendszerében átmenetileg nagy nedvességtartalmú, ugyanakkor a magasban észak felől egyre hidegebb levegő érkezik térségünk fölé. Változékony időre számíthatunk többfelé csapadékkal és gyengül a nappali felmelegedés. Éjjel erősen megnövekszik a felhőzet, az éjszaka második felétől havazás térségünk keleti részén ónos eső is várható. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, reggelre általában -2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben borult lesz az ég, csak az esti órákban várható a felhőzet csökkenése. Napközben havazásra kell számítani, sokfelé 5 cm-t meghaladó hóréteggel. A nyugatira forduló szél általában mérsékelt marad, délutánra 0 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás várható térségünkben. A hétvégén és a jövő hét első napjaiban több órára kisüt majd a nap, számottevő csapadék nem várható. Vasárnap és hétfőn erős lesz az északias szél, már szombat reggelre jelentősen lehűl a levegő, és vasárnaptól napközben is fagyokra kell számítani.